100 éve történt. Új világrend születik. Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják. Inkognitóban kellett utazni, hogy Sánchez névre kiállított útlevéllel, gyakorlatilag egy ilyen spanyol kertészként, jól emlékszem a fedő személyiségére, és az úthoz ilyen álszakát is, tehát talán a haját is elváltoztatta. Ligeti Dávid történész IV. Károly magyar királyról és osztrák császárról beszél, aki 100 évvel ezelőtt magát spanyol kertésznek kiadva érkezett Bécsbe. Onnan Budapest felé vette az irányt, hogy visszavegye a hatalmat Magyarország kormányzójától, Horthy Miklóstól. Bár Károly az álcájától addigra már megszabadult, a találkozó egyszerre volt komikus és kellemetlen. Hogy miért? Az kiderül mai adásunkból. Tartsanak velünk! 100 éve történt. Új világrend születik. Egyezkedés a hatalomról. IV. Károly ajánlata Horthynak. Károly azt mondta lényegében, hogy ő visszatér a trónra, tehát nem azt mondta, hogy a lehetőségét kéri, hogy visszatérjen, hanem nagyon kijelentő módon mondta ezt. Egyúttal tudatta Horthyval, hogy otrantói és szegedi előnévvel továbbá hercegi rangba jutalmazza. Évszázados vita. Pucs vagy visszatérés? Ez már a korszakban is heves vitákat szült. A királypucs egy korabeli kifejezés volt. Szerintem a visszatérési kísérlet az jobban leírja ezt a dolgot. Bár később kívül vannak pucszerűen meg benne, de nem az. A király és a kormányzó húsvéti találkozójának utóélete. Habsburg Otto erre mindig visszatért, erre a Horthy történetre. A Habsburg család és a Horthy kapcsolatában ez egy óriási törést okozott ez a találkozás, és annak a nem megvalósulása, hogy a hatalmat átvesse IV. Károly. 100 éve történt. Hogy történt ez a visszatérés a legelső? Ki az, aki tudott róla? Ki az, aki várta Károlyt? Elkísérte Zita, elkísérte a családja? Mit lehet erről tudni? Az első kísérletén gyakorlatilag azt mondta, hogy Károly önállóan, tehát egyedül tért vissza Magyarországra. Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár. Vonaton utazott el először Bécsbe. Bécsben az egyik bizalmasa fogadta lakásán. Természetesen inkognitóban kellett utazni. Sánchez névre kiállított útlevéllel, gyakorlatilag egy ilyen spanyol kertészként, hogy jól emlékszem a fedő személyiségére, és az úthoz ilyen álszakát is, tehát talán a haját is elváltoztatta, tehát így próbálta elmaszkírozni a idézetét. Ugye nem volt teljesen kockázat nélkül ez a dolog, hiszen akkor meg volt Ausztriában ez a Habsburg egezet, szóval gyakorlatilag kitiltotta Ausztriából a Habsburg családtagjai, tehát ennek volt kockázat, hogyha lebukik, akkor milyen következményekkel járt ez volna, de nem bukott le. Tehát eljutott vonattal Bécsbe, és akkor Bécsből utazott tovább Magyarország. Így érkezett meg Szombathelyre. Károly megjelent március 26-án a szombathelyi püspöki palotánál. Értesítették Mikes püspököt, hogy itt van a király. Véletlenül Teleki éppen Vas megyében tartózkodott. Tehát a miniszterelnök ott volt a közvetlen közelében Károlynak. Egy rövid tárgyalást is lefolytattak, ahol Teleki próbálta lebeszélni arról, hogy Budapestre utazzon. De a király ekkor már azt mondta, hogy már eljutott ideig Szombathelyig és nem bukott le, akkor itt az idő, hogy visszavegye a királyi hatalmat. És hogy ott a Szombathelyről személygépkocsival utazott el Budapestre. Itt annyi érdekesség van, hogy a gépkocsi vezetője Almási László gróf volt, akit ugye az Angol beteg filmből lehet ismerni, mert elváltoztatták a történetét. Ő volt a sofőrje, és az ekkori érdemeiért Károly főhadnaggyá léptette elő Almásit, akinek nem is nagyon volt katonai tapasztalata a múltból. Ahogy Ligeti Dávid mondja, az az érdekesség, hogy bár a Horthy korszakban azokat a kitüntetéseket, előléptetéseket, amelyeket Károly ekkor, illetve a második visszatérési kísérleténél adományozott, azokat érvénytelenítették, de Almásiét nem. IV. Károly egyébként, amikor megérkezett Budapestre, nem sokat teketóriázott, egyenesen a budai várba ment. Jelentsék be, hogy itt van a király Horthyval, kormányzóval, akkor hát kéri, hogy beszéljenek. Hát ugye most ez nehéz jól elmondani, mert ugye a király nem audienciát, kihallgatást kérem, gyakorlatilag ezt mondta, hogy ő most visszatért, várja a kormányzót körülbelül, tehát ez volt a mondat. Bőrreszbe illeszkedő jelentet zajlottak le. Másik ilyen volt, amikor bejelentették a budai vár egyik parancsnokának, hogy itt van a király, akkor először azt hitte, hogy megbolondult a bejelent
elképzelhető, mert ez az első elképzelhetetlen, aztán megjutottak arról, hogy tényleg a király iránt ment. A lényeg az az, hogy Károly és Horthy tárgyaltak ekkor. Károly azt mondta lényegében, hogy ő visszatér a trónra, egyúttal tudatta Horthyval, hogy Otrantó és Szegedi előnévvel továbbá hercegi ranga jutalmazza eddigi tetteit, tovább odaítél neki a Katonai Mária Terézia-re nagy keresztjét is. Ezek a címek kitüntetések azért is számítottak különlegesnek, mert Horthy Miklós nem volt főneves. Azt, hogy a király rögtön herceggé emelte volna, mondhatni példátlan a történelem során. Horthy elég kínos helyzetbe kerül. Ugye ott van a király, valamit tennie kell, jelzések jönnek, amikor ennek híre terjed már, hogy megtudták a csehszlovákok, hogy itt van a király Magyarországon, hogy ebben az esetben akkor intervencióval kell számolni, és megtámadják Magyarországot a kis Antant államai. Horthy ezt a lehetőséget mondja el a királynak lényegében. Ha ő visszatér a trónra, akkor itt az intervencióval kell számolni, és az ahhoz fog vezetni, az ország teljesen megsemmisül, tehát ezért kéri azt, hogy ne térjen vissza. Nem azt mondja Aperté, hogy soha nem térhet vissza, csak a most jelen körülmények között nem lehetséges. Csak tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Károly ezt elfogadja, Horthy érvelését, és visszautazik Szombathelyre, hogy akkor ott várja ki, hogy lesz-e valami alakulás, hiszen ő abban bízott, hogy a francia diplomácia kezeli ezt a helyzetet, ő itt van az országban, és akkor ennek a történetnek itt nincs vége. Viszont a francia diplomácia az cserben hagyja. Negyedik Károly belátta, hogy a visszatérési kísérlet nem sikerült, és április 5-én visszautazott Svájcba. A történelembe ez az esemény úgy vonult be, hogy a húsvéti királypuccs, mert hogy mindez ráadásul húsvétkor történt. A király Nagyszombaton érkezett meg a magyar fővárosba, és tárgyalt a kormányzóval. A királypuccs egy korabeli kifejezés volt. A korszakban jön létre gyakorlatilag az nap, amikor megtörténik az esemény. Csak aztán 1945 után ez nagyon ritkán fordul el a fogalmak tekintetében, de itt megtörténik, hogy a államszocialista történetírás átvette a Horthy korszaknak a fogalom használatát. Szerintem a visszatérési kísérlet az jobban leírja ezt a dolgot, bár később kívül vannak pusztszerű elemek benne, de nem az. 1921. január 28-a péntekre esett, de miről írtak a lapok 100 évvel ezelőtt? Pesti Hírlap. A királyi trón. Teleki Pál miniszterelnök szerint az, ha a király kérdést már most dűlőre akarnánk vinni, az ország szempontjából katasztrófát jelentene. A kormány hivatalos álláspontja ennek megfelelőleg továbbra is az marad, ami eddig volt. A trón betöltésének az ügyét ki kell kapcsolni az aktuális kérdések sorából. Eddig azonban azt tapasztaltuk, hogy ezt a kényes és nagyon is ágas-bogas kérdést kormánydeklarációkkal és párthatározatokkal nyugvópontra vinni nem lehet. Ebben a pillanatban két nagy táborra oszlik a magyar politikai világ, a legitimisták és a szabad király választók csoportjaira. A napi aktualitások és politikai mérkőzések mögött, akár beszélünk róla, akár nem, ott kísért az üres és betöltésre váró trón. Az Andrássy körül csoportosuló legitimisták puszta megmozdulása elég volt ahhoz, hogy még jobban elmérgesítse a helyzetet. Annál is inkább, mert a szabad királyválasztók híte szerint a legitimisták, amikor saját álláspontjukat ennyire kiérezték, már régen fölbontották és megszegték a pártközi megegyezést. Az ország érdeke tehát azt kívánná, hogyha a magyar trón problémáját csak ugyan kikívánjuk kapcsolni a napi politika ütközők kérdései közül. Ennek hatásosabb módját kell találni a kormányprogramoknál és pártdeklarációknál. És ennek is megvan a módja és lehetősége. A rigai békeszerződést februárban írják alá. Bécs, január 27. Varsóból jelentik. Rigai távirat szerint a lengyel-orosz békeszerződést február 10-én írják alá. A békekonferencia szerkesztőbizottsága munkájának nagy részét már befejezte. A Kolozsvári Egyetem Szegeden. A Pesti Hírlap már röviden hírt adott arról, hogy a Kolozsvári Tudományegyetem Szegedre kerül. Ma értesülésünket megerősíthetjük azzal a fokozással, hogy ez a határozat végleges. Dr. Schneller István, az egyetem rektora munkatársunk előtt a következőképpen nyilatkozott. Elhibázott dolog volt, hogy Szeged mellett Debrecen is szóba került. Szegeddel már csak nem egy éve állandóan tárgyalunk, és az 1920. augusztus 12-i miniszteri rendelet értelmében Szegedhez vagyunk kötve. Az összes kultúránkat irányító férfiak egybehangzó véleménye az volt, hogy mind a négy egyetemet fenn kell tartanunk.
Az én nézetem is az, hogy legnagyobb fegyverünk a kultúrfölény biztosítása végett. Semmiféle áldozatoktól sem szabad visszariadnunk. Fejérdi Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgató helyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója azt mondja, negyedik Károly, ha nem is visszariadt, de talán hagyta magát lebeszélni a visszatérésről, vagy valóban nem akart konfliktusba keveredni a formálódó kisantant államokkal. Minden esetre visszatért Svájcba. Mivel Habsburg Ottóval foglalkozunk sokat, engedjem, hogy itt egy rövid kitételt tegyek erre. Habsburg Ottó erre mindig visszatért, erre a Horthy történetre, a Horthy és negyedik Károly között lezajlott, egyébként számunkra részleteiben nagyon kevéssé ismert, vagy másfél órás, vagy órás, vagy két órás, attól függ, hogy ki a visszaemlékező beszélgetésre. Ez a nagy szombati beszélgetés? Ez a nagy szombati beszélgetés, ami ugye a várban, a palotában zajlott, abban az irodában, ami elvileg ugye negyedik Károlynak lett volna a saját irodája. Igen, a helyzet is egy kicsit faramúca, hogy igazából kifogad kit, kinek kell kit bejelenteni, ki érkezett meg hova, és ki az, aki leülhet a másiknak a jelenlétében. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami nagyon-nagyon furcsa lehetett ott abban a szituációban. Valójában igen, mert hiszen egy volt admirális, aki szán segédje Ferenc Józsefnek. Egyébként ez is oka annak, hogy negyedik Károly rendkívülen bízik Horthy Miklósban, hiszen ő ismeri Horthy Miklós, látta többször is Ferenc József mellett, tehát tudja, hogy kiről beszélünk. Tehát ő nem hiszi el azokat a híreket, miszerint, mert ugye hozzá is befutnak azok a hírek, hogy Horthy Miklós nem feltétlenül kívánja átadni a hatalmat. Tehát valóban egy nagyon kellemetlen szituáció ez a nagyszombati beszélgetés. Nagyon komoly sebet okoz, és Horthy Miklóssal szemben, akivel egyébként többet soha nem fog találkozni negyedik Károly, a fiának igazából azt a üzenetet adja át, ha nem is direkt, de indirekt módon Habsburg Ottó számára, hogy ezt a kiengesztelődést Horthyval valamikor meg kellene tennie az életében, mielőtt meghalt. Ugye ezt Otto nagyon nehezen tudja képzelni fiatalon, viszont 1955-ben egy olyan szituáció alakul ki, hogy akkor a magyar emigrációnak az egysége érdekében egy Bakács Bessény nevezetű volt diplomata, és akkor éppen a Magyar Nemzeti Bizottmánynak New Yorkban működő nagy emigrációs szervnek a külpolitikai vezetőjeként működő Bakács Bessényi György kéri meg Habsburg Ottót, hogy fáradjon az öreg Horthyhoz, és tegye már rendbe ezt a történelmi kérdést, ezt az 1921-es beszélgetést, és Otto nagyon-nagyon nehezen veszi rá magát, de mégis elmegy 1955-ben, és megtörténik egy kiengesztelődés, legalábbis Otto így emlékezik erre vissza is, akárhányszor interjújában vagy egyébben halljuk, mindig megemlíti azt, hogy ő megtette ezt az utolsó lépést, amit számára egy ilyen hagyatéka volt az ő édesapjának. Tehát itt jól látszik az, hogy a Habsburg család és a Horthy kapcsolatában ez egy óriási törést okozott ez a találkozás, és annak a nem megvalósulása, hogy a hatalmat átvesse negyedik Károly. Negyedik Károly és Horthy Miklós találkozásakor, ahogy Fejérdi Gergely is mondja, a király mindent bevetett, hogy meggyőzze a kormányzót a visszatéréséről, ám Károly személyisége ezen a tárgyaláson is jelentkezett, itt is a békét igyekezett keresni. Nem egy harcias valaki. Itt is ez a találkozón valójában mindent felajánl Horthynak, vagy maga Horthy kéri, ezt nem egészen tudjuk pontosan, de mindenképpen hajlandó azokra a dolgokra, akár még az aranygyapjas rendbe is bevették volna Horthy Miklóst, aki egyébként protestáns lévén egyáltalán nem jogosult ennek a rendnek a tagjaként részt venni bármiben is, de mindegy, lényeg az, hogy valóban rengeteg olyan címet és olyan lehetőséget kaphatott volna Horthy Miklós, ami nyilván nagyon, főleg egy gőgös emberről van szó, nagy lehetőséget biztosított volna számára, de nem olyan nagyot, mint a hatalom. Negyedik Károly valóban az összes érvéből kifogyott, és valamilyen ígéretet azért adott neki Horthy Miklós, tehát ő nem rázza le teljes mértékben, hogy hát ezt végig kell neki gondolnia, hogy milyen módon lehetne később átvenni esetleg a hatalmat a király, addig viszont vonuljon vissza, hogy ne legyen bármilyen polgárháborús vagy valamilyen feszültség. De hogy mennyire nem ez volt az alapvető szándéka Horthy Miklósnak, az jól látszik, hiszen hiába Teleki Pál és Sigrai kíséri vissza Szombathelyre negyedik Károlyt autóval, a legitimisták nagyon későn tudnak erről információkat, Nagyszombatnak a estére jut el ez a hír, vagy utánjára a kárlista csoporthoz, és hát ők rögtön autóba vágják magukat, és indulnak Szombathelyre, hogy utoljék a királyt, hogy akkor megbeszéljük, hogy hogyan lesz ez az átvétel, hatalomátvétel. Őket viszont leállítatja a Horthy. Az induló politikusokat, legitimista politikusokat sorba összefogdossák az utakon, és letartóztatják őket átmenetileg. Tehát jól mutatja azt, hogy Horthy Miklós elszágában nem volt, ez az időhúzás volt, és feleleső Prónainak rögtön táviratozott is, hogy állítsanak össze egy olyan egységet, ami biztosítja a király visszatérését Svájcba. Látható, hogy Horthy szeretett volna megszabadulni
Szél IV. Károlytól. Károly valóban bízik abban, hogy visszatérve Szombathelyre, rendezve a sorokat, békés úton, akár néhány héttel később lehetőség nyílik arra, addig nemzetközi vonalon is le tud tárgyalni adott esetben dolgokat, hogy ez teljesen biztosítható legyen. Ugyanakkor azon azt is tudjuk, hogy többször betegeskedik Károly ebben az időszakban. Tehát ő ekkor nagyon beteg volt, tehát ennek következtében is nyilvánvalóan nehezebben tud döntéseket hozni. Viszont nagyon hamar rá kell döbbenni arra, hogy valójában nem sok esély látszik arra, hogy Horthy bármikor visszaadja a hatalmat. Ráadásul neki is a kommunikációs lehetősége is rendkívül leszűkültek, hiszen Magyarországról sokkal nehezebben tudott a nemzetközi vonalon is küldözgetni jobbra-balra a küldöttjeit, kapcsolatba lépni emberekkel. Tehát ő amellett dönt április legelején, hogy visszatér Svájcba. Ezt ugye maga az Antant is forszírozta. 6-án hajnalban ér a bruchi határállomásra, ahol a feleséghez itt a fog érte menni autóval. De hogyan fogadták Svájcban azt, hogy IV. Károly a megállapodás ellenére elhagyta az országot, majd miután nem sikerült elfoglalni a trónt, visszatért a menedéket nyújtó országba? Svájcban nagyon-nagyon negatív hatást váltott ki Károlynak ez az első kísérlete. Ugye Svájcban nagyon komolyan vették azt a kérést, amikor 1919 tavaszán Svájcba távozik a királyi császár, és befogadják Svájcba, a Várteg-i kastélyba, aztán később pedig lekerül a Genfitó partjára, egy villába kerül a család, akkor gyakorlatilag ahhoz, hogy Svájcba egy királyi családot befogadhassanak, ahhoz gyakorlatilag egy nyilatkozatot alá kell írniuk, hogy nem készítenek el politikai jellegű jövőbeni terveket, hanem ők ott meghúzzák magukat, mert akkor tud csak védelmet biztosítani Svájc számukra, és hát ennek következtében valójában Svájcban ennek igazából egy negatívabb visszhangja van, hogy a Károly király, a Habsburg hiába svájci gyökerű családról van szó, megszegte azt az eredeti megállapodást, miszerint ő nem fog politikai lépéseket tenni. Ugyanakkor azonban egy nagyon ellentmondásos a svájci politika, még itt az első kísérlet után. Ugyanakkor azt mondják, hogy valójában nem is lenne olyan szörnyen rossz, hogyha Károly elhagyná Svájcot és uralkodóként visszatérne Magyarországra, hiszen akkor Svájc is megszabadulna egy olyan tehertől, amely végül is politikailag ezért mégis egy nyomás alá tudják helyezni Svájcot emiatt. Ugye ez a 2021-ben még nagyon komoly kérdés, ez a IV. Károlynak az ügye. Na most ez a második visszatérés szempontjából is nagyon érdekes lesz, hiszen Károlynak a második visszatérésénél viszont rendkívül módon kell vigyázni, hogy a svájci hatóságok erről a lehető legkevésbé informálódjanak. A második visszatérési kísérlet azonban még aránylag messze van. Most ismét a Pesti Hírlap 100 évvel ezelőtti számából következnek hírek. Telefonbajok. Az egyik esti lapban ma a részrehajló telefoncímmel meglovás jelent meg, melynek summája, hogy a telefon nem pártatlan, és a helyközi kapcsolások sorrendjében saját egyéni indulatai és érzései szerint tesz különbséget a felek közt. Nem csak közérdekből, de éppen a Magyar Posta hírneve érdekében szerettük volna illetékes helyen megállapítani, mi igaz a panaszokból. És e célból telefon összeköttetést kerestünk Gazdi Jenő posta és távirda főigazgató és Szegfi Mátyás igazgató urakkal, akik közül az előbbi a vezérigazgatóságnál a telefonügy osztályvezetője, az utóbbi pedig évtizedek óta mint telefonbiztos ismeretes a Pesti Drót birodalmában. Egy órai hiú reménykedés és hasztalan hallózás után mély lakkedvel állapítottuk meg, hogy az említett esti lap közleménye súlyos tévedésen alapszik. A telefon nem részrehajló. A telefon egyáltalában nem hajlik, és munkáját a legnagyobb káosz és tanástalanság jellemzi. A nevezett két főtisztviselő telefonszáma nincs a telefonkönyvben, de valamikor elég volt csak a nevüket említeni, már is összekötött velük a központ. Ma délután azt felelték nekünk, hogy nem ismerik őket. Nem ismerik a központban Szegfi Mátyás nevét, amely szinte egy a telefon nevével. Ez éppen eléggé jellemzi a mai helyzetet. Az már aztán magától értetődő volt, hogy a tudakozót, mellyel további felvilágosítás céljából beszélni óhajtottunk, egyáltalában nem kaptuk meg, végighallgatván várakozásunk ideje alatt egy légió magánbeszélgetést, míg végre, minden reménnyel felhagyva, szögre vágtuk a kagylót. Nem módosítják az öntözési tilalmat, és így sajnos nincs jégre kilátás a fővárosi sporttelepeken. A Rákospatak vizét felhasználó Budapesti Korcsolyázó Egylet Városligeti jégpályája is csak tartós hideg esetében lesz használható, ami a napról napra változó időjárást tekintve nem valószínű. A
a terület sikamlós, csúszik, mint a jég, de hogyha a negyedik Károly visszatért volna, akkor a kisantant valóban támad. Ligeti Dávid történész. Ennek volt realitása, tehát hogyha valaki azt mondja történészként, vagy akár laikus érdeklődőként, hogy ez volt a valószínű forgatókönyv, akkor természetesen emellett lehet érvelni, és úgy tűnik, hogy ez megtörténhetett volna. Viszont az is igaz, hogy voltak ezzel ellenható tényezők azért. Tehát, hogyha itt egy csehszlovák, román, vagy akár egy délszláv intervenció történik, az nem biztos, hogy az európai diplomáciát olyan mértékben hidegen hagyta volna, hogy ezt különösebb válaszintézkedés nélkül hagyták volna. Valószínűleg egyébként az igaz, hogy 1921-ben nem volt meg a mentannak, hogy a király visszatérjen az agresszív kisantan magatartás miatt, és amit az első visszatérési kísérletnél mondtam, hogy ott az antant igazából, hogy nyugati antant nem foglalt egyértelműen állást amellett, hogy Károlynak el kell hagyni az országot. Ezt a második kísérletnél viszont megtették már. Jogosan következett az, hogy valószínűleg az első kísérletnél is, hogyha ez a folyamat mélyebbre jutott volna, és mondjuk a csehszlovákok interveniálnak, akkor valószínűleg ez végül is egy passzív támogatásra kísérte volna az antantnak. Viszont azért nem lehet ezt egyértelműen kijelenteni, és nem mondanám azt, hogy determinált volt mégis ez a történet, mert azért itt a kisantant érdekei ütköztek már a nagy antant érdekeivel. Még azt kívánom azért elmondani, hogy Horthy megítélésénél nem kerül elég nagy súly a figyelembe a mostani kutatások, életrajzok írása során ez a 21-es visszatérési kísérleti periódus. Mégpedig azért, mert általában úgy ítéli meg, hogy Horthy reálpolitikusként jól cselekedett ebben az időszakban, de azt nem veszik figyelembe, hogy tulajdonképpen Horthy is, és az emlékiratában is ez valamilyen szinten látszik, illetve hátralévő részében küzdött ezzel a problémával. Ez nem volt egy egyszerű dolog, hogy ő valóban egy esküt nem megtartva, talán meg is szegve, egy reálpolitikai döntés hozott, ezt nem lehet személyre fölrólni, viszont az is igaz, hogy személyi szinten a királlyal szemben valamilyen szinten mégiscsak adósságot halmozott föl. Egy olyan ragaszkodás mutatkozott a hatalom irányában, ami majd a közérdeklődésnek jobban megfelelő 1944-es eseményekhez hasonlít, tehát akkor is egy feszült kijelzett helyzetben, amikor megszállják az országot, Horthy nem lép vissza a főhatalomtól, tehát kormányzó marad egy kijelzett helyzetben. A reálpolitikus Horthy is megtehette volna, hogy ha már a király nem tud visszatérni a trónra, ő ezt így ítéli meg. Ebben a magyar politikum nagy része támogatta, vagy egy jelentős része támogatta is, de azt megtehette volna, hogy akkor erre a körülmények tekintettel lemond kormányzói hatalmát. Teleki megtette, és ugye az nem volt kőbevésve, hogy Horthy Miklósnak kell lenni személy szerint a kormányzónak, tehát ezt megtehette volna, hogy leteszi a kormányzói hatalmat, egy másik kormányzót választanak meg, vagy esetleg az ország, de egyfajta magyar királyi köztársasággá alakulnát. Ez egy nagyon furcsa elnevezésnek tűnik, de ha megnézzük a Horthy korszaknak az államrendezkedést, ezt a királysági államformát, akkor tulajdonképpen túlzás nélkül mondhatjuk, hogy voltak éppen ez egy köztársasági államforma volt, amely a magyar királyi történeti hagyományba próbált visszahelyezni magát. Még egyszer mondom, itt több tényezőt kell mérlegre venni, csak ez egy nagyon fontos fordulópont volt Horthy életében is. 100 éve történt. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort az MTV-ja készítette 2021-ben. Viszont hallásra!